talán nehéz elképzelni, de ezen az elhagyatott füves területen egy korszerű sportcentrum épül fel jövő őszre. Kialakítanak egy 105x68 méteres szabvány futballpályát is 420 férőhelyes fedett lelátóval. Szükség van a beruházásra, mert Újfehérton több száz fiatal sportol a helyi egyesületekben, és folyamatos az utánpótlás. Az úszás, a kempó, valamint a kosár és röplabda mellett a futball a legnépszerűbb. A sportfejlesztésekben is nagyon fontosnak tartom azt, hogy Újfehértó előrelépjen. Ennek egyik leglátványosabb eleme lesz az a futballpálya, a sportcentrum, ami a régi futballpálya helyén fog épülni, egy 420 férőhelyes fedetlelátós komplexum, ahol egy 105x68 méteres szabvány új futballpálya fog épülni. Ezzel kapcsolatban már zajlanak az egyeztetések a kivitelezővel. Terveink szerint október végén, november elején megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. Ez egy olyan beruházás lesz, amely jövő őszre készül el terveink szerint, és utána olyan körülmények között tudjuk fogadni a futball szerető helyi és ideérkező szurkolókat, ami méltó egy Újfehértó nagyságú és szerepű városhoz. Ez pedig már az új Májváskerti játszótér, amely az ebben a város részben lakó családoknak jelenthet értékes kikapcsolódást. Ide egy kondi parkot építenek, hogy az egészen kicsiktől a legnagyobbakig minden korosztály megtalálja a hozzáillő mozgásformát. A sporttal kapcsolatos beruházások mellett a lakossági igényeknek megfelelően egyéb fejlesztéseket is tervez az önkormányzat. Szeretnénk a megnyílnak most közeljövőben a topos beruházási topos fejlesztési lehetőségek, akkor minél nagyobb forrást idehívni útfejlesztésekre. Ugye egy nagyobb esőnél látjuk azt városlakók, hogy mit jelent a csapadékvíz elvezetési rendszerünk problémái. Itt már nem csak az építésben kell gondolkodnunk, mert vannak még olyan szakaszok, ahol nincs kiépülve, hanem már a felújításban is lassan, hiszen a város csapadékvíz hálózatának jelentős része az 1960-as, 70-es években épült, és nem erre a mostani időjárásra lett tervezve, tehát itt felújítási dolgokat is kell végrehajtanunk. A jövőben óvoda felújítására és társasház építésre is szeretne forrást nyerni Újfehértó. A város népesség megtartó erejét emellett munkahelyteremtéssel szeretné növelni az önkormányzat. Ipari park kialakításával a lakosságnak szeretnének lehetőséget teremteni arra, hogy helyben dolgozhassanak.